Fokozódnak a harcok Ukrajnában, a háború 17. napján több városban is komoly bombázások voltak. Az orosz csapatok a stratégiailag fontos településeket támadják, Nyikolajev, Csernyihív, Szumi és Mariupol városát is több találat érte. Szorul a hurok a főváros körül, Kijev külvárosában is ropognak a fegyverek, de már a nyugati területeken, így Kárpátalján is légiriadó volt. Közben folyamatosan próbálják kimenekíteni a civileket a frontról, de ez rendre meghiúsul, ami miatt egymást okolják a felek. Hatalmas lángokkal égett egy olajtároló a Kijevtől délnyugatra lévő külterületen szombat reggel. A létesítmény akkor gyulladt ki, amikor az orosz haderő megsemmisítő csapást mért a közelben lévő katonai repülőtérre, közölte Vasilkiv polgármesterére hivatkozva az orosz Interfax hírügynökség. Az AP hírügynökség úgy tudja, hogy egy lőszerraktárat is találat ért. A füstölgő épület környékét hosszú perceken át több mint 100 egymást követő apró robbanás rázta meg. A műholdképek készítésével foglalkozó amerikai cég a Maxar arról számolt be, hogy a fővárostól északnyugatra fekvő egyik település lakóövezetében ágyúlövedékek csapódtak be. Előző nap a környéken két hete veszteglő orosz katonai konvoj több részre szakadt. A járművek jelenleg nagyjából 25 kilométerre vannak Kijev határától. Az éjszakai légiriadó után Kijev lakói sűrű fegyverropogás hangjára ébredtek. Ukrán katonai források szerint a keleti külterületeken heves harcok dúlnak, miközben az orosz csapatok egyre nagyobb erővel próbálnak ostromgyűrűt vonni a főváros köré. Folytatódtak a légi csapások a körbezárt dél-ukrajnai városban Mariupolban, valamint a Kijevtől 100 kilométerre északra fekvő Csernyihívben is, közölték az ukrán regionális hatóságok. A régió kormányzója szerint Csernyihív központjában alig van sértetlen épület, a támadásokban már több tucatnyian életüket vesztették, hajnalban egy szállodát is találat ért. Továbbra is rakétákkal lövik Csernyihív városát, békés polgárok halnak meg, nagyon sokan megsérültek. Az ellenség olyan lakóövezeteket támad, ahol nincs és soha nem is volt semmiféle katonai létesítmény, mondta a Csernyihív közigazgatási régió kormányzója. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint az orosz hadvezetés újabb katonákat vezényel Ukrajna területére, mivel nem tudják megtörni az ukrán védelmet. Az orosz megszálló csapatok óriási veszteségeket szenvedtek. A háború 17. napján nyugodtan kijelenthetjük, hogy az orosz haderő évtizedek óta nem szembesült ilyen súlyos háborús veszteséggel, jelentette ki Volodymyr Zelenszky. Ezzel párhuzamosan a moszkvai védelmi minisztérium is harci sikerekről számolt be. A tárca szóvivője szombaton hosszasan sorolta azokat a falvakat, amelyeket sikerült ellenőrzés alá vonni a szakadár kelet-ukrajnai területeken. A Donyecki népi milícia egységei az orosz haderő támogatásával 9 kilométerrel toltak ki a frontvonalat délkeleti irányból. A Luhanszki népköztársaság egységei pedig 6 kilométert haladtak előre, közölte a szóvivő, aki szerint mostanáig több mint 3000 ukrán harceszközt, köztük drónokat, páncélozott járműveket és légelhárító rendszereket semmisítettek meg.